a csapatokat is a színpadra, akik főzték nekünk a gulyást. Méghozzá ebben a sorrendben, hogy a egyes csapat, nem, azt hiszem, hogy fordítva itt, most már fogom figyelni a sátrakat. A Agrosteel csapatát szeretném, Agrosteel csapatának a vezetőjét, vagy akár az egész csapatot, nem tudom, hogy ki az, aki még föl tud jönni a színpadra. Tehát az a hetes csapat, azt hiszem, ha jól látom, vagy nyolcas? Nyolcas csapat. Utána szeretném a Konvak csapatának a vezetőjét, vagy a csapatot, vagy csapattagokat meghívni ide. A színpadra. Van egy varjú csapatunk, innét is szeretném a csapatvezetőt, illetve valami csapattagot. Varjú csapatból nem látok mozgást. Igen, jelezték, hogy jönnek. Utána van a Füstöség csapata. Gondolom Komárom Füstből való a csapat, és így lettek Füstös csapat. Innét is szeretnék egy csapatvezetőt. A következő pedig a Horgász Szövetség csapata. A horgászoktól is szeretnék valakit a színpadra várni. Agrosteel már fönn van, kedves István. A következő pedig a Krivanek csapat. A Krivanek csapatból is szeretnénk egy embert. Utána pedig a Nyugdíjasok csapatából szeretnénk egy vezért, egy vezérfőzőt. Majd végül, de nem utolsó sorban a Lovasok csapatából szeretnénk valakit a színpadra várni. Hát engedje meg addig a nagy érdemű közönség, hogy köszönetet mondjunk mindazoknak, akik hajnali órákban keltek és levágták a marhát és megfőzték nekünk itt, hogy legyen mit ebédelnünk, hogy minden erőfeszítést és a pálinkájukat beleáldozták. A reggelit pedig biztosította nekünk Szoboszlai Laci barátunk, ahogy mi ismerjük Szoboszlai László, tehát őt is szeretnénk itt, a Lacikát is szeretnénk a színpadon, hogy őnek is köszönetet mondjunk a finom reggeliért, illetve a csapatának. Nyugodtan húzódjatok szét, ha nem fértek el, akkor a színpad mögé is le lehet állni, úgyhogy ne csináltok bele gondot. És hát akkor engedjétek meg, hogy a... A hivatal vezetői és a lányok, a hivatal dolgozói egy ilyen biocsomagot átadjon nektek, ami alkohol van benne? Hát igen, van benne alkohol is, úgyhogy nem is annyira bio. Úgyhogy át is lehetne adni az ajándékot. És akkor megkérném a csapattagokat egy nagy sikítással, ovációval üdvözöljék a csapatvezetőket. Egy nagy tapsot a főzőknek, köszönjük szépen nekik, hogy... Még egyszer köszönjük szépen. És hát lassan megkezdődik az ebédkiosztás, ha jól tudom. A kiállítás a Kultúrházban 14 órától 16 óráig tart. A légvárak a Kultúrház mögött vannak, gyerekjátékok, a csapattagok is igen kipróbálhatják. És 15 óra 00-kor pedig kezdődik a kultúrműsor.